A vízitúrásoknak itt van egy megállóhely, ez egy kemping terület, ahol ők ugye minden évben rendszeresen sátraznak, és nagyon szeretnek itt lenni. Az egyetlen probléma az, hogy nincs vízes blokk, tehát innen indultunk el, hogy kellene nekik egy vízes blokk. Alkotótábor formájában segíti a Szent István Vaksai Önkormányzat munkáját a turisták kiszolgálásában a Debreceni Egyetem műszaki karának építészmérnöki tanszéke. A nyári tábor alatt egy hetet töltenek a településen, amikor is elkészítik azokat a mobil és környezetbarát szociális helyiségeket és közösségi teret, amelyet a Hernád folyó partján állítanak fel, segítve ezzel a vízi és biciklis turizmus résztvevőit. Az egyik tanártársunknak van kötődése Szent István Baksához, és ő vetette föl azt, hogy mi lenne, hogyha foglalkoznánk ezzel a faluval. Itt valahol összeértek a szálak, tehát az ő vágya vagy gondolkodása, és a polgármester asszonynak a szintén elképzelései a falu fejlesztésével kapcsolatban, és ez egy ilyen szerencsés találkozás volt. Az ő kettejük első beszélgetéséből alakult ki az, hogy itt lehetne valamit kezdeni a Hernád partján, ami egyrészt a falunak is jó, az idegenforgalomnak is jó, és nekünk is jó természetesen, mint szereplőknek. Nekünk jó azért, mert egy olyan kurzust hozhatunk létre, ami tulajdonképpen nagyon fontos, hogy az egyetemen egyrészt az elmélet és a gyakorlati oktatás is valahogy összekapcsolódjon, és ez egy közösség építés is egyben. Valószínűleg egy 20 ilyen fiatal ember, amikor meg fog itt jelenni, az mindenféleképpen hatással lesz az itt élőkre is. Tulajdonképpen az alapkiindulás az az volt, hogy az itt megálló vizitúrázóknak legyen egy olyan létesítmény, amiben tudnak zuhanyozni és illemhelyet használni, amit mi úgy bővítettünk tovább, hogy egy közösségi térrel bővítettük meg, és ezáltal tulajdonképpen egy építészeti teret akarunk létrehozni. A június 25 és július 2 között megvalósuló tábor alatt két zuhanyzót, egy komposzt WC-t és piszoárt, valamint egy közösségi teret építenek meg társadalmi munkában, oktatóik vezetésével az egyetemisták azért, hogy az erre túrázók komfortosabban érezhessék magukat. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy pont ezt a falucskát választották ki a referencia munkájuk elvégzéséhez, és egy óriási hiányosságot fognak pótolni, hogy a turistáink jobban és komfortosabban érezzék majd magukat a Hernád parton. Befogadjuk őket, egy hétre családtagok lesznek nálunk, átadjuk a jurtatanyát, hogy nyugodtan tudjanak étkezni, tisztálkodni és természetesen pihenni, mert hiszen nagy munkát fognak végezni, és remélem, hogy a lakosság nagyon nagy toleranciával lesz, és azt is remélem, hogy nagyon nagy segítséggel fordulnak majd egy kis sütivel, egy kis vacsorával, stb. Bárkit nagyon szívesen látunk, aki egy tálca valami finomsággal meglepi őket, és persze hálával, hogy itt tartózkodnak, és hát ilyen színvonalas dolgot fognak hozni Szent István Vaksáron.